kézműves foglalkozást tartanak az első alkalommal megrendezett angol nyelvű táborban Bátaszéken. A dzsungel témakörre épített tematikus tábort két fiatal tanárnő találta ki, mondván, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a nyelvtanulást. Csabi, grab the elephant! A környékbéli iskolákban jellemzően a német nyelvet oktatják első osztálytól, így az angolt maximum csak negyedik, ötödik osztályos korukba kezdik el a gyerekek tanulni. Ezért döntöttek úgy, hogy 6 és 12 éves kor közötti gyerekeknek hirdetik meg a tábort. Úgy gondoltuk, hogy a gyerekek ugye negyedik osztálytól tudnak csak angolt tanulni, és hogy nagyon fontos és nagyon hasznos számukra, hogyha minél korábban, minél kisebb korban betekintést nyernek az angol idegen nyelvi oktatás világába, és ezt mi játékos, kommunikatív formában oldjuk meg. A héten kezdődött a bátaszéki Best Street Team idei második tábora is. A jelentkező 30 főt három kis csoportra bontva oktatják, hogy betartsák a járványügyi előírásokat. Három helyen tanítunk délelőtt, bent erősítenek a Patriciával kint, a Vikivel és a Vanessával különböző stílusokat tanulnak. Délután ezen a héten a Bence, Viktor és én fogom őket lefárasztani, szerdán a könyvtári az összes gyerek, úgyhogy ők foglalkoztatják őket, illetve minden este sorversenyen mutathatják meg, hogy mit tudnak egymással ez a három csoport, hogy most szét vannak szedve. A táborban délelőtt és délután van táncoktatás, ebéd után két óráig szabad foglalkozás van a gyerekeknek. Teljesen mindegy, hogy tollasoznak, aszfaltrajzot készítenek, labdáznak vagy szaladgálnak. Ennek a tábornak nem az a lényege, hogy milyen és mennyi koreográfiát tanulnak meg, hanem hogy jól érezzék magukat és együtt legyenek, mondta Cíner Eszter, a Best Street Team vezetője.